A tiszta környezet minden település számára fontos, nincs ezzel másként regőt sem. A szemetelés azonban jelen van a hétköznapok folyamán itt is. A lakókra hál' Istennek talán kevésbé jellemző, viszont az átmenő forgalomban vannak problémáink. A bekötő úton és a kimenő útunkon is sajnos jelentős mennyiségű szemetet szoktunk minden hónapban összeszedegetni. Illetve hát a településen pedig a közfoglalkoztatási programnak a keretében próbálunk tisztán tartani a környezetünket. Jelen pillanatban 5 fővel dolgozunk. Hál' Istennek megszűnőben van már a program, tehát az emberek megtalálták a számításukat a munkaerőpiacon. A feladataink azok általában település karbantartással kapcsolatos feladatok, kátyúzás, patkázás, illetve a településnek a tisztántartása. A regői önkormányzat számára nem ismeretlen az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett akció. Harmadik alkalommal csatlakoztunk hozzá, ugye itt a Covid időszak alatt sajnos ez nem volt jól megszervezhető. Az előző szedési akciók azok nagyon sikeresek voltak, rengeteg szemetet tudtunk összeszedni, komoly hulladéklerakókat találtunk erdőkben, egyéb helyeken. Most kértem a vadőrök segítségét abban, hogy ha találunk ilyet, akkor próbáljuk meg felderíteni. Hál' Istennek nem találtak ilyen területet. Ahova fogunk menni majd a Somogyi völgyben, ott viszont van egy régóta lévő hulladék szigetecske, azt próbáljuk most felszámolni a program keretében. Megszüntetni teljes mértékben Magyarországon nem lehet ezt a sportot. Ami lehetséges, hogy előre lépjünk ebbe a történetben, az, hogy mezőri szolgálatunk van, a vadőrök is szintén figyelik, tehát általában figyelmeztetik azt, aki szemetet helyez el, illetve próbáljuk felderíteni azt, hogy ki volt a szemetelő, mert annak azért visszatartó ereje van. A hulladékszállító cég szállítja el ezt, lehet kérni minden évben egy alkalommal lomtanítást minden háztartástól. Erre a lakosságnak lehetősége van, ez jelentős segítség, illetve ugye a hulladékszállítás az minden héten megérkezik hozzánk, és akkor abba is el tudnak nagyon sok hulladékot szállítatni. Regői község önkormányzata a legkisebbet is bevonta a teszett szemét gyűjtési akcióba. A hét utolsó napján az óvodások és az iskolások is zsákot ragadtak. Nagyon örültünk neki, hogy ők is tudtak hulladékot gyűjteni, illetve amit én próbáltam propagálni egy kicsit, hogy ezzel példát is mutattak nekünk, mert valószínűleg nem ők azok, akik elszórják a szemetet, hanem a szüleik. Hát ha rászólnak a szülőkre, hogy ne dobjuk el, mert holnap lehet, hogy nekem kell összeszedni. A szombati személygyűjtési akció alkalmával, melybe a lakosságot is bevonták, nem csak a település utcái voltak érintettek. A közigazgatási terület részét képző Somajpatakhoz vonult egy kisebb lelkes csapat, hogy ezt a részt is megtisztítsák. Szerintem azért fontos a szemétszedési akció, mert a természetet megóvjuk. Én nem szoktam szemetelni, meg a család, de hogyha találunk valamit, akkor össze szoktuk szedni. Hát azért a világot azért óvjuk. Azért már ideig is el kéne jutni, hogy azért ne legyen olyan a világ. Az akció elérte sikerét. Több zsák mások által eldobált szemetet szedtek össze a regői önkéntesek.